Első alkalommal szervezett Solymár Imre emléknapot a Bonyhádi Könyvtár. Az intézmény ezzel a programmal tisztelget névadója előtt. A helyi születésű helytörténész munkáinak fő témája Bonyhád és a völgységkutatás. Idén jött az ötlet, hogy most első alkalommal tarthatnánk a névadónknak, Solymár Imrének egy emléknapot, hiszen eddig még erre nem került sor, és úgy láttuk, hogy más könyvtáraknál ez már bevett gyakorlat. Másrészt szeptemberben van a születésének az évfordulója, idén lenne 76 éves Solymár Imre, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy akkor ez alkalomból megemlékezzünk a mai napon róla. A könyvtárban korábban már berendeztek egy Solymár Imre emlékszobát. Most az emléknapon kerekasztal beszélgetéssel várták az érdeklődőket, a középiskolásoknak pedig játékos kvízvetélkedőt szerveztek. Próbáltuk számunkra érdekessé és maivá tenni ezt a kis csapatversenyt, úgyhogy állomásokon kellett nyomokat keresniük, egy kis nyomozós feladat volt, és minden állomáson egy Solymár Imrével kapcsolatos feladatot kellett megoldaniuk, ehhez kaptak segítséget, Solymár Imre életrajzát, illetve QR kóddal be is olvashatták, úgyhogy a mobiljukon is Solymár Imre életrajzából kutakodhattak. Solymár Imre a térség történeti néprajzi értékeiről több mint 120 helytörténeti munkát írt, továbbá folyóiratokban publikált. Kiemelten foglalkozott olyan témákkal, mint például a cikói ótemplom, megírta a völgység irodalom történetét, és alapító tagja volt a Bonyhádi Honismereti Körnek és a Múzeum Barátok Körének.